Sziasztok! Április 21-ét írunk, ami azt jelenti, hogy elkezdődött az STA Junior viadalának döntője. A verseny két fordulóból áll, az elődöntőn egy izgalmas kvíz segítségével mérték fel a diákok tudását, majd amelyik csapat ügyes volt, bejutott a döntőbe, ahol ügyességi játékokon és vetélkedőkön kell helytállniuk. Az STA Junior Akadémia azért tervezte be a programjai körébe ezt a középiskolai csapatvetélkedőt, mert a mi feladatunk elsősorban az, hogy az egyetemnek a képzéseit közelebb vigyük a középiskolásokhoz. És úgy gondoltuk, hogy a rengeteg tantárgyi verseny mellett nagyon fontos lenne egy ilyen jó hangulatú, vidám csapatvetélkedő is, ami játékos formában képviseli az STA összes karát és képzését. Nagyon fontos, hogy úgy állítottuk össze ezt a csapatvetélkedőt, hogy minden STA kart bevontunk, a karistandoknál egyetemi hallgatók a karra jellemző játékos feladatot találtak ki, és akkor a négy fős csapatoknak ezeket kell megoldani, ebből fog majd kialakulni a pontszám és a sorrend. A versenyzők igen motiváltak, hiszen a győztes csapat 300 ezer forintot és plusz 10 felvételi pontot is nyerhet. De vajon a 23 csapat közül melyik lesz az az egy szerencsés, aki elviheti ezt? Hogyan sikerült felkészülnetek a versenyre? Igazából átolvastunk többféle téren cikkeket és dolgokat, de igazából nem készültünk annyira a versenyre, mivel nem tudtuk, hogy milyen kérésekre számíthatunk. Ahogy láthattuk, ugye időre volt, időre mentek a feladatok. Mennyire tudtátok beosztani az időtöket? Nagyon feladatfüggő volt, ahol egy perc alatt megoldottuk a feladatot, de volt olyan állomás, ahol nem is sikerült megoldanunk a feladatot, szóval nagyon változó volt. Kedves versenyzők, kedves kísérőtanárok, kedves szervezők, szeretném mindenkinek köszönetemet kifejezni ezért a mai napért. Nagyon nagy örömömre szolgált látni, amikor beléptem az épületbe, azt a sok csillogó szemet, látszott mindenkin, hogy a verseny hevében, izgalmában gyakorlatilag nagyon ráhangolódtak és nagyon élvezték a programjainkat. Alapvetően, ami számunkra nagyon-nagyon komoly és örömteli visszaigazolás, hogy első alkalommal hirdettem meg a Junior Akadémia, a juniorok viadalát, és gyakorlatilag közel 200 csapat, majdnem 800 hallgató regisztrált erre a versenyre. Én azt gondolom, hogy ez azt mutatja, hogy van érdeklődés az ilyen verseny iránt. Ez egy nagyon-nagyon magas szám, tehát azt gondolom, tényleg minden várakozásunkat felülmúlta. És önök azok, akik tulajdonképpen a legjobbaknak bizonyultak ebből a rengeteg hallgatóból, ebből a hatalmas létszámból. Gyakorlatilag önök most 23 csapattal vannak jelen, és mérettettek meg a mai napon. Tulajdonképpen a kétfordulós versenynek a nem titkolt célja az volt, hogy közelebb hozzuk önökhöz a Szegedi Tudományegyetemet az első fordulóban is, a második fordulóban is. Alapvetően, hogyha megnézzük, hogy milyen kérdéseket kaptak, milyen feladatokat kaptak, akkor a fő cél az volt, hogy mindezt játékosan tegyük, de mégis voltak általános műveltségi, reál, humán kérdések, és azt gondolom, hogy önmagában az, hogy egy ilyen kérdés portfólióból kiválaszthatjuk a legkiválóbbakat, ez egy nagyon jó lehetőség számunkra is, a tehetségeket, a kiválóságokat beazonosítani, őket felvételi ponttal jutalmazni. Az első helyezett és a 2023-as juniorok viadala döntő nyertese, a Tisza Fajankók együttese, az STA gyakorló gimnázium és általános iskola képviseletében. Itt van velem a győztes csapat felkészítő tanára, Sisák Gábor, üdvözlöm. Hogy ment a felkészülés? Köszönöm szépen a kérdést és a gratulációt. Én annyiban vagyok a fölkészítőjük, hogy én vagyok az osztályfőnökük és a magyar tanáruk, de az összes kollégám a fölkészítő, mert ez egy általános műveltségi verseny volt, tehát én csupán annyiban vagyok tekinthető fölkészítőjüknek, hogy biztattam őket a versenyre, és a verseny folyamán is szurkoltam nekik. Mire fogjátok költeni a 300 ezer forintot? Ezt még nem tudjuk, ugye négy felé fogjuk ösztönözni, mindenki kap 75 ezer forintot,
és ezt az összeget valószínűleg arra fogjuk felhasználni, amire éppen gondoljuk. Ebben még nincs konszenzus. Nagyon megköszönném minden egyes általános iskolai és gimnáziumi tanárainknak, hogy nagyon sokat és nagyon jól tanítottak meg nekünk mindent, mert igazából ez kellett ahhoz, hogy mi győzzünk.